Sziasztok! Folytatjuk tovább a kamatszámítást. Ma a kamatos kamattal fogunk megismerkedni. Ugye alapvetően azt lehet elmondani, hogy a kamatszámítási feladatokban, a kamatos kamatszámítási feladatoknál, a biztosítások számolásánál, járadékszámításokban alapvető szerepet játszanak a mértani sorozatok. Lényegében a mértani sorozatra fognak ezek a feladatok épülni. Ugye ez a kamatos kamatszámítás lényegében egy pénzügyi matematika, és a feladatok megoldása során előkerülnek majd különböző fogalmak, amelyeket majd tisztázni fogunk, hiszen a mindennapi életben ezek a fogalmak előfordulnak, csak ritkán tudjuk úgy igazából a mögöttes tartalmukat. Szóval akkor ma a téma a kamatos kamat. Ugye a kamatos kamat nem más, mint ahogy az előző videómban is elmondtam, hogy az időközben esedékessé vált kamatok tőkésítésre kerülnek. Kamatos kamatnál is szükség van kamatozó tőkére, futamidőre, illetve kamatlábra. A kamatos kamatra is van egy általános képlet, egy általános összefüggés, ezért fontos, hogyha az egyszerű kamatszámítást már jól elsajátítottuk, akkor a kamatos kamat már egy következő lépcsőfok, amely az egyszerű kamatszámításra épül, és ez szerintem nem fog már akkora problémát okozni. Szóval akkor ott tartottunk, hogy a kamatos kamatra is van egy általános képlet, nagyban hasonlít az egyszerű kamatra. Ugyanúgy FV egyenlő, tehát future value, a jövőbeni érték, egyenlő a present value-vel, vagyis a jelen érték szer 1 plusz a kamatláb, és ez az n-ediken van, az n pedig nem más, mint a futamidő. De akkor én még egyszer ezt jelírom, hogy itt sem maradjon le. Ugye ez a future value, tehát a jövő érték. Ez a present value, a jelen érték. A kis p továbbra is a kamatláb, és az n pedig a futamidő. Menjünk a konkrét feladatokra, és ha előkerülnek újabb és újabb dolgok, azt majd elmagyarázom. Akkor nézzük az első feladatot. Hány év alatt nő egy 200 ezer forintos bankbetét évi 2,7%-os kamat mellett 700 ezer forintra? Hát akkor nézzük, hogy mit ismerünk, felírjuk a képletet, amit a kamatos kamatnál most tanultunk, és kigyűjtjük az adatokat. Azt mondja, hogy hány évvel a 200 ezer forintos bankbetét, tehát 200 ezer forintos bankbetét, kamatláb évi 2,7%, 700 ezer forintra fog nőni, tehát ezt fogom várni, ezt az összeget, szóval ez a jövő érték. Akkor behelyettesítjük a képletben. És az n-et keressük, tehát hogy hány év alatt nő 700 ezerre. És akkor ezt kell egyszerűen kiszámolnunk. Én elosztok most itt 200 ezerrel. Veszem mindkét oldal 10-es alapú logaritmusát. És akkor megkapom a futamidőt, és ha én ezt kiszámolom,
Akkor azt kapom az N értékére, hogy 47,02, szóval nagyjából 47 év alatt nő egy 200 ezer forintos bankbetét évi 2,7%-os kamat mellett 700 ezer forintra. Hát elég sok idő. Nézzük a következő feladatot. Hány év alatt csökken egy 90 ezer fős város lakossága évi 2,1%-os fogyás mellett 17 ezer főre? Oké, igaz, hogy most nem bankbetétről és pénzről beszélünk, hanem emberekről, egy konkrétan egy város lakosságáról, de ugyanaz ilyen típusú feladatokra is lehet alkalmazni a kamatos kamatnak a számítását, hiszen évi 2,1%-os fogyás van, ami ugyanazt jelenti, mintha évi 2,1%-os kamatra tenné meg, csak itt ugye fogyás szerepel. Ilyenkor egyszerűen, ha csökken, vagy ha a fogyás szerepel, akkor egyszerűen majd a kamatláb elé egy mínuszt fogok tenni. Így felírom a képletet, amit megtanultunk, és kigyűjtjük, hogy mit ismerünk. Tehát jelenleg 90 ezer fő lakik a városban, tehát az a jelen érték. A kamatláb, a kis p, ami azt jelenti, hogy 2,1%-os fogyás, tehát csökkenés, az mínusz 2,1% lesz, és a jövőbeni érték pedig 17 ezer főre fog lefogyatkozni, ez a 90 ezer fős város, tehát ez a future value 17 ezer, és itt is ugyanaz a kérdés, hogy hány év alatt történik ez az eset meg. Visszahelyettesítjük a képletbe. Ugye itt mínusz lesz az előtag, mivel mínusz 2,1%-os csökkenés következik be. És akkor elvégzem ezt a egyenlet, egyismeretlenes egyenletet itt, és itt is majd mindkét oldal tízes alapú logaritmusát fogjuk venni, ahogy az előző feladatban már ismertettem. Értékbe, az N értékére pedig azt kaptuk, hogy 80,79, szóval a kérdésre a válasz, hány év alatt csökken egy 90 ezer fős város lakossága 2,1%-os fogyás mellett 17 ezer főre, nagyjából 81 év alatt fog ez az eset bekövetkezni. Nézzük a következőt. Év elején 100 ezer forintot beteszünk a bankba évi 8%-os kamatra. Mennyit ér a tőkénk 4 év múlva, ha minden év végén tőkésítik a pénzünk? Szóval ez egy kamatos kamatszámítás, tőkésítik a pénzünket. Ugye lényegében ugyanúgy a képletet fogjuk alkalmazni. És behelyettesítünk szépen. Tehát mennyit ér a tőkénk, mint a future, kigyújtom előbb az adatokat. Most van 100 ezer forintunk, 8%-os a kamatláb, és a futamidő 4 év. Mindent tudunk, akkor egyszerűen csak kiszámoljuk. Ez nem túl bonyolult. Azt kaptuk, hogy 136.049 forint lesz 4 év múlva a 100 ezer forintunkból évi 8%-os kamat mellett. Akkor mehetünk tovább, nézzük a következő feladatot. Majdnem ugyanaz, mint az előző, csak egy kis csavarás van benne. 4 éven át
minden év elején, tehát minden év elején 100.000 forintot beteszünk évi 8%-os kamatra. Nézzük meg az előzőt. Az előző úgy hangzott, hogy év elején 100.000 forintot beteszünk a bankba 8%-os kamatra. Most pedig azt a szituációt kell elképzelni, hogy minden egyes évben, 4 éven keresztül van 100.000 forintom, minden évben félreteszek 100.000 forintot, és azt mindig hozzáteszem az előző évhez betett 100.000 forintokhoz. 8%-os kamatra. Mennyit ér a pénzünk 4 év múlva, ha minden év végén tőkésítik, kamatos kamattal fogunk számolni, és ne felejtsük el, hogy ilyenkor, amikor minden évben én pakolok még a vetett pénzemhez egy bizonyos összeget, akkor a betett összeg minden év végére jelen esetben 1,8 századszorosára fog nőni a betett összegen. Ezért érdemes most erre a feladatra bevezetnünk egy új fogalmat, hogy az annuitást. Ezt már gondolom, sokan ismerik, az annuitás magyarul nem más, mint járadékszámítás. Mikor beszélünk annuitásról, vagy más néven járadékszámításról, akkor, amikor rendszeresen félre rakunk pénzt egy időszakon keresztül, és ez az, amikor egyenlő időközökben azonos nagyságú befizetések szorzatát eszközöljük. Lényegében az, amikor ami a feladat mondja, hogy van 4 éven keresztül, évente megspórolok 100.000 forintot, és azt mindig év végén bepakolom, vagy év elején bepakolom a bankba. Fontos a járadékszámításnál, hogy a pénzmozgás ugye az N évig tartson, bizonyos kamatlábbal és év elején történő befizetéseket fogunk mindig eszközölni. Szóval, ha olyan feladattal találkozunk, hogy minden év elején befizetünk bizonyos összeget, nem tudom én hány százalékos kamatra, akkor rögtön jusson eszünkbe, hogy ez egy járadékszámítási feladat lesz, hiszen rendszeresen félretesszük a pénzt és bepakoljuk a bankba. És ugye bizonyos kamatlával az év elején történő befizetéssel számoljuk ki itt a kamatot. Erre is be fogunk vezetni tulajdonképpen egy képletet. Ezért mondtam a lecke elején, hogy a mértani sorozatokkal van szoros összefüggésbe a kamatos kamat számítás. Ugye, ha maradunk a konkrét feladatunkra, ez azt jelenti, hogy a betett összeg minden év végére 1,8 századszorosára fog nőni. Tehát, ha én beteszem az összeget, most általános képlettel mondom, beteszem az összeget, és ugye az mindig 1,08-szorosára fog nőni. Ez az R, a kamat tényező. Ugye, amit már az előző videómban is mondtam az egyszerű kamatnál, ez az R, a kamat tényező, az tulajdonképpen nem más, mint az 1 plusz P. Ugye ez az első év volt. Akkor a második év elején már megint beteszek én pénzt, de az már megint a betett pénzem 1,08-szorosára nő, ugye a jelen esetben, ez pedig nem más, mint R négyzet. Aztán eltelik még egy év, megint történik egy hulei befizetés, ugye eddig tartottam, és akkor megint megszorozódik a kamatlábbal, tehát ez R-köbb lesz, és így tovább fog ez tartani, amíg ugye le nem jár az időszak. Ugye, ez nagyon hasonlít a mértani sorozathoz, lényegében egy mértani sorozatot kaptunk, és amikor járadékszámítással fogunk találkozni, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljuk ezt a képletet, ugyanúgy összegképlet, mint a mértani sorozatnál. Beteszünk egy bizonyos összeget, ugye, ne felejtsük el a mértani sorozatot. Ugye A egyszer, Q az N-edikem, ből 1 per
q mínusz 1, ezt pedig, ha én járadék számításra akarom átkonvertálni, akkor ez úgy módosul, ugyanúgy, különben csak a betűk lesznek mások, hogy a az az éves befizetett összegen minden. Az r ugye a kamat tényező, és én azt ezt szorzom meg, r az n-ből 1 per r minusz 1. Lényegében ez ugyanaz, mint a mértani sorozat, csak más betűkkel számoltam. Akkor tisztázzuk, hogy mi micsoda. Az a, az az állandó járulék. Tehát jelen esetben az a, itt a 100 000 forintot fogja jelenteni. Az r, az a kamat tényező, ami nem más, r egyenlő 1 plusz p, tehát 1 plusz a kamat láb, azaz 1 plusz jelen esetben 0,08-at fogunk majd a képletbe írni, és az n, mint mindenhol, az időközök számát mutatja, vagyis a futamidőt. Szóval, ha mi most megjegyezzük ezt a képletet, hogy járadék számítási feladat, rögtön tudjuk, mert minden év elején fizetünk be bizonyos összeget, akkor tudja, hogy ezt a képletet alkalmazunk, hogy a-szor r, r az n-edik n minusz 1 per r minusz 1, ugyanúgy, mint a mértani sorozatnak az összeképleténél. Na de, akkor térjünk vissza a feladatra, és most már számoljuk is ki, hogy mennyit ér a pénzünk 4 év múlva, ha minden év végén tőkésítik, úgy táblát nyitok. Azért én ide felírom a képletet lényegében. És akkor gyűjtsük ki az adatokat. Az A ugye az állandó járulék, jelen esetben a 100 000 forint, amit minden év elején bepakolok. Az R, ugye az az 1 plusz P, azt is azért ideírom. Évi 8,8%-os kamatot ígért nekünk a bank, akkor az 1 plusz 0,08, vagyis 1,08, és az N pedig a futamidő, az időközök száma, ugye jelen esetben a 4 volt. Akkor gyorsan nézzük meg, mit hoz ez eredményül. Kiszámoljuk, akkor 486.660-at fogunk kapni eredményül. Maradjunk még mindig az annuitásnál, tehát a járadék számításnál. Nézzük meg először ezt a feladatot. 500 000 forint kölcsönt veszünk fel 28%-os kamatra. Az évente 150 000 forintot törlesztünk évente. Mennyi tartozásunk marad az ötödik év végére? Ez is valamilyen járulék számítás, csak jelen esetben ez már a törlesztés. Erre is alkalmazunk majd egy külön képletet. Először is tisztázzuk. Ugyanúgy azt a képletet fogjuk alkalmazni, amit az előbb, csak egy kicsit bővítve. Tisztázzuk, hogy ebben a K azt fogja jelenteni, hogy ez a kölcsön. A P ugyanúgy kamat. A kicsi K pedig nem lesz más, mint a évente a törlesztő részlet, tehát az éves törlesztő részlet. Erre is létezik egy képlet, hogyha törlesztő részletet kell kiszámolni, méghozzá éveset akár. Szóval az n-edik év végén a törlesztő részletet így fogjuk kiszámolni, hogy tehát a kölcsön maga, ugye hány évig vettük fel, mondjuk ez azt jelenti, ez a kisem, ugye a kölcsön
szer a kamat tényező, ugye a kiser, ami már sokszor eljött az 1 plusz p. Ez lesz most az n-ediken, mínusz k szor rn mínusz 1 per r-ből 1. Lényegében ugyanolyan, mint a sima járulék számítás, csak ugye itt meg van spékelve, hogy a kamat tényezőt még az n-edik hatványra fogjuk emelni. Nézzük meg akkor a feladatban ez hogyan is valósul meg. Gyűjtsük ki, hogy mi micsoda. A K ugye úgy szólt a feladat, hogy 500 000 forint kölcsönt veszünk fel, tehát 500 000 forint a K. A P tehát 28%-os kamatra vettük fel mi ezt az 500 000 forintunkat, és évente 150 ezer forintot törlesztünk vissza, tehát a kicsi K az az éves törlesztő részlet, tehát 150 ezer forint évente, és mennyi tartozásunk marad az ötödik év végére? Ez a kérdés lényegében, hogy az n-edik év végére mennyi lesz. Hát akkor egyszerűen helyettesítsük vissza szépen mindent a képletbe. Én ide még egyszer felírom a képletet, hogy ne felejtsük el. Ugye ezt a képletet bátran lehet alkalmazni minden egyes olyan feladatnál, ahol a törlesztő részletekre kíváncsi, bármi is legyen a kérdése, akkor bátran nyúljunk ehhez a képlethez, mert mindent meg fogunk tudni vele oldani. Sőt, a mindennapi életben is érdemes ezt a képletet alkalmazni. És ha ezt kiszámolom, akkor... akkor azt kapom eredményül az ötödik év végére 413.001 forint maradt az 500 ezer forintból. Hát szinte alig fizettem vissza valamit, úgyhogy érdemes tényleg ezt a képletet jól elsajátítani. Nézzük a következő feladatot. Ez is hasonló lesz a törlesztéshez, sőt, az is lesz, csak egy kicsit másabb. Építkezni akarunk, igénybe veszünk 6%-os kedvezményes lakáshitelt. 10 millió forintot veszünk fel 20 évre. Havonta törlesztjük, itt a különbség, hogy most nem éves törlesztő részletet kérdez, hanem havit. Mennyi lesz a törlesztő részlet? Felírom magamnak én a képletet, és gyűjtsük ki, hogy mit ismerünk. A kölcsön összege 10 millió forint, 10 a hetediken, most így leírom egyszerűen. A kamat az 6%-os, de ugye ez a 6% mire vonatkozik? Az évesre. Ugye ne felejtsük el, ez éves 6%, de nekünk most a havi kell, mivel havi. Mert a havi törlesztő részletet kérdezi. A kis K, tehát a kis K-t kérdezi, csak nem az évest, hanem a havit. Ezt kérdezi. És az N pedig nem más, mint 20 év. Volt megadva, 20 évre veszem fel, de mivel mi havi törlesztő részletre leszünk kíváncsiak, azért az évet én gyorsan átváltom hónapban, ez 240 hónap. Helyettesítsünk vissza mindent a képletbe. 10 a hetediken szer. Most jönne az éves kamatláb, ugye egyszerűen nem szabad azt beírni, hogy 1,06, mivel ez az éves kamatlábra
vonatkozik, ezért nekünk az éves kamatot havi kamatra kell lebontani, erre pedig az előző leckében vettük azt a képletformulát, hogy 1/12-del megszorozzuk az éppen megadott éves kamatlávat, jelen esetben a 0,06-ot, és akkor kijön a havi kamat, ami nem lesz más, mint 0,005. Ez a havi. És akkor ezt kell visszahelyettesíteni ebbe a képletbe, az R-be. Ne felejtsük el, az R az mindig 1 plusz P, azaz 1,005 a 240-en. Mínusz a kis K, mert a kis K-t keressük a havi törlesztő részletet, szorozva a többi meg megy, mint a karikacsapás. Csak vissza kell helyettesíteni. Jelen esetben ugye tehát nullára fogjuk venni az egyenletet, mivel 20 évre vettük fel, mennyi lesz a törlesztő részlet havonta, ugye egészen nulláig kell törleszteni, mert nem arra volt most a kérdés kíváncsi, hogy mennyi marad az 5. év végére, vagy mennyi marad a nem tudom hányadik év végére, szóval ezt nullára kell kitisztázni. Ha én most ezt kiszámolom, ez egy hosszú számsor lesz. És ha rendezem az egyenletet, akkor a K értékére azt fogom kapni, hogy a havi törlesztő részlet az 71.643,24, szóval 71.640 forint törlesztő, 43 forint törlesztő részletet kell havonta kifizetnünk a 10 millió forintra 20 éven keresztül, hogy kinullázzuk magunkat és megszabaduljunk a banktól. Köszönöm a figyelmeteket, a következő alkalommal pedig már térgeometriás feladatokat fogunk venni.